Hol volt, hol nem volt. Felcsúton innen és 60 busztán túl. Volt egy király, aki már olyan régóta uralkodott, hogy belebetegedett a hatalmába. Utcaharcosnak tartotta magát, de valójában gyáva volt. Félt mindentől és mindenkitől. Uralkodása alatt nagy idekezetében sikerült tönkretenni az országot. Amihez hozzányúlt, azonnal romhalmazzá változott. Nem értett az ország vezetéséhez, csak a közpénzek eltulajdonításához, amit mesterfokon kiviteleztek tettes társaival. Országában ritkán hallatszott nevetés, énekszó, annál több sírási ajgatás. Senki nem tudott korgógyomarral örülni lom nélküli lomkorona sétányoknak, az emberek nem szerették, féltek tőle, gonosz volt és bosszú álló. Háta mögött kinevették, de senki nem mert szembeszállni vele, mert hamar elveszíthette megélhetését. A király meg volt győződve róla, hogy ő a legbölcsebb, legokosabb, akit csak a hátán hordott a föld. De hiába a pénz és a hatalom, nem volt boldog. Dötörték a fehér egerei, mindenkiben ellenséget látott, az országot teleplakátoztatta vélt és képzelt ellensei képeivel. Egy nap sétálni támadt kedve, ezért kivirítette a városrészt a tervezett útvonalon, nehogy valaki megzavarja vagy megsértse, ha rondán néz rá. A királynak volt egy hőtársa, nem az eszéről volt híres, de legalább hű volt. A hajléktalanokat is tüntessétek el az utcákról és a közterekről, mert ugye ami nem látszik, az nincs is. Elontsák ma itt a látképet sérdeközben. Már intézkedtem, amint úgy jóhajtól indulhatunk is sétálni. Telolö, látod ezt a sok plakátot? Mind ellenség, kizárólag én védhetem meg a népet. Ki én, a bátor utcaharcos? Oda néz, felségsértés történt, hazaárulás. Ezért valaki keményen megfizet. Szóljak, hogy azonnal fessék át a palat? Nem, azonnal polig rombolni az épületet, a lakóit tömlődsz be, egytől egyig. A felelős takalom. Most... Intézkedem. Rajtam rőgnek a lakók otthon az emeleten. Ott utag az ember, fogjátok el hazonnal. A falpirkárót elfogták, és az ítéletig tömrözve zárták. Az összepirkált házat hőldig lerombolták, nem törődve a gyerekes családokkal és az idős lakókkal. A király napokig tombolt saját részére kialakított gumiszabályával. Néhány hét után kiengedték az orvosok, de szigorúan kell szedni a gyógyszerét és nem ihat rá alkoholt. A király eltűnően nyugodt és hallgatag volt. Csak nem valami adon gondolkodt. Most kivételesen nem. Arra gondoltam, hogy kellene varratnom valami különleges öltönyt. Putyin barátom látogatására, mondom a gyűrött totyos gatyáim. A héten még semmi nem vesztette a közpénz jelleget, szóljak ott orvosnak? Nem kell, Lölö. Komolyan jól vagyok. A fehér egereim a másik szobában vannak. Valami egy-egy ruhára vágyom. Hivatom Andit, biztos ismer valami jó szabót. Mindenféle különleges anyagokat hoztak, de a királynak egyik sem tetszett. Az elkapott falfirkász meghallotta a tömlőcben, hogy mi a király óhaja. Szólt a fegyőrnek, hogy szabóként dolgozott, kegyelemért, cserébe, elkészíti a ruhát, amit csak szeretne. Nagyon megsértettél, de ha sikerül lenyugoznod egy remek ruhával, kegyelmet kapsz. Az asszonnyal olyan kelmét tudom szőni, hogy a kerek világban nincs hozzáfogható. Nem csak, hogy páratlanul szép a színe, mel a mintája, de van egy bőjűes tulajdonsága is, akik méltatlanok a tisztségükre, vagy buták, mint a Fidesz hívők, azok előtt láthatatlanná válik a kelme. Pölcsigáztat a bűnöző. Mondd el a pénztárosomnak, hogy mire van szükséged. A pénz nem számít. Hozassák ide az asszonyt, egy varrógépet, szövőszéket. A kiadásokra első körben 20 millió forintot kérek most. Ez lesz támad egyszerű ruha? Felveszem és egyszerűen megtudom, kik azok, akik alkalmatlanak és hülyék a királyságban. Megtudná a nép, hogy gyújtsám ekkora bőszme valójában? Ott és a feleségét berakták egy szobába, hogy azonnal munkának lássanak. Ment a sürgés forgás, úgy csináltak, mint akik dolgoznak. Készült a nagy semmi. Teltek a napok, és a király egyre izgatottabb lett. Kíváncsi volt a ruhára. Megnézem, mennyire haladtak a munkával. Bizony egy kicsit furcsán érezte magát, mert eszébe jutott a kelme bűvös tulajdonsága. Neki magának vian nem kellett tartani attól, hogy a kelme tisztességére méltatlannak vagy ostavának mutatja, de azért többnek látta, ha előbb odaküld valakit, megnézi, miféle is ez a kelme. Lolo barátom, nézd már meg a két jó madarat, hol tartanak a munkában.
Nekem most nincs kedvem menni. Nekem is piszkálja fantáziám. Gyere, Andi, megnézzék a munkát. Bementek a szobába, és csodálkozva nézték a nagy semmit. Persze egyikük sem mert elárulni, hogy nem lát semmit. Talul, nem tűnik rossznak az anyag minőség egy ránézésre. De a színe nem jön be nekem. Nem megy a körmöm színéhez. Nekem tetszik a színe. Marad anyag, akkor én is csináltatok egy öltönyt belőle. Remek ötlet. Neked jól állna ez a szín árnyalat. Jöjjenek csak közelebb. Érintsék meg ezt a bársonyos tapintású anyagot. Nem ismerem a király ízlését. Önök szerint szőjünk vele még némi aranyszálat, hogy jobban kiemelje színeket? A királynak nincs ízlése. Igénytelen. De szerintem lenyűgözni a színárnyal és a mester ilyen kidolgozott anyagminőség. A szín kiemeli királyunk divatosan nozzáció lettjét. Hát a remek munka. Na milyen az anyag? Csodálatos színek és csodálatos mintázat, egyszerűen gyönyörű. Mindenkinek eláll majd a lélegzete, amint meglátják rajtad. Róla barátom, látsz benne valami fantáziát, valami mutyit? Ó, én nem értek a divathoz, de szerintem is jól néz ki. Szóljatok Tumpikának, hogy megnézheti az anyagot, várom a véleményét. Tumpika is lesért át a szobába, ellenőrizni a munka menetét. Dőllettek a bőrű szemei, de nem látott semmit. Ekkora ügyelendék. Szívtam az agyam. Innam kell valami szíverősítőt? Nem derülhet ki, hogy nem látom az anyagot. Neked is bejött a tut? Ma szívtam egy csíkot. Nem pont arra gondoltam. Nekem tetszik. Én is szerették majd belőle egy ünnepi öltönyt. Elvileg néhány nap elkezdik szabni, majd varni a ruhám. Szükséges még néhány milliót beletolni, de aki ezt tesz, megjegy a kiadásokat. Majd elvonunk némi pénzt az egészségügytől, hogy ne hiányozzon a költségvetésből. Ti már láttátok, ideje lesz, hogy én is szemügyre vegyem. A díszes társaság a ruhaanyagot dísérve lementek, hogy megtekintsék közösen a munkafolyamatot. Na, hogy tetszik a munkánk? Éjszaba sem pihentünk egy percet sem, hogy mielőbb elkészüljön a felséges királyom csodálatos öltönye. Ez remek. Ennél szebb anyagot még nem láttam. Ez igazi remek mű. Megtisztelő. Holnap jöhet, hogy levegyem a méretet. A békemenetre föl is veheti az új ruháját. A békemenet előtti napon hajnalig vírasztott a két takács, nagy sereg gyertyát gyújtotta, padlás oda lent a nép, milyen nagyon iparkodnak a király új ruhájával. Tessék a nadrág, tessék az ing és a kabát. Könnyű mind a ópie, laza mind a ping, aki viseli, úgy érzi, mintha semmi nem volna rajta. De hát éppen ezért nagyszerű. Hú, de jó! Borogattak a király csiskái, dicsérték a nagy semmit, de senki nem mert megszólalni. Nagyszerű! A király levette a ruháit, a csalók pedig feladták rá semmit. De szép! Mindenki boldog volt, mikor elégedetten forgott de a tükör előtt. Gyönyörű, nem is látszik benne a hájad. Ó, milyen jól élik belség, mintha rágyam tötték volna, tálatan a mintája, pompásak a színei, sosem láttam hozzáfoghatót. Hát ez nagyon jó. Milyen gyönyörű ruha. A király leért az utcára, ahol már várták a békemenet a felsorakozott hívei. A közpénz tévi élőadásban tolta a közvetítést. Tisztelt hölgyeim és uraim, azért gyűltünk össze, emberek, hogy... nincs is ruha rajta. Mesztelen a király. Kigyen a végén az aranyele. Hiszem rajtam rőg az ország. Én is úgy látom. Nem futhatunk hazáig. A nép hülye, azért nem látja a ruhámat.